A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamarának túl azon, hogy szerte ágazó szakképzési és felnőtt képzési feladatai vannak, a szervezet nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a megye vállalkozásainak munkáját figyelemmel kísérje és elősegítse azok fejlődését. Ezért ezúttal a Tolna megyei szakképzési centrummal együttműködve indítanak ingyenes képzéseket, amelyről tájékoztató fórumot is szerveztek. Megjelent a 34/2021 évi ITM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek végzéséhez szükséges szakképesítéseket előíró jogszabály, amely kimondja, hogy a szakmai edzék szerinti szakképesítés megléte nélkül 2024. január 1-től már nem lehet az egyes tevékenységeket végezni. Vagyis ha például egy vállalkozás burkoló tevékenységet végez, akkor mindenképpen kell olyan alkalmazottnak lennie a cégben, aki rendelkezik az ehhez szükséges képesítéssel. Ezért kerestük meg a szakképzési centrumot, hogy velük együttműködve három szakma tekintetében elindítsuk az ingyenes képzésünket felnőtt képzés keretében. Ez a három szakma a burkoló, a szigetelő és a szárazépítő szakmák. Két szakképző intézmény vállalta fel a képzéseknek a megszervezését és lebonyolítását. Pakson az Első István szakképző intézmény, illetve Szekszárdon az Ady Endre technikum és kollégium. A felhívás sikeresnek bizonyult, ugyanis 52 fő jelentkezett az egyéves képzésekre, amelyek október 24-én veszik kezdetüket.